Ahogy azt a korábbi években már megszokhattuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal mindenkinek elkészíti az SZIA bevallás tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik. Most az első dátum, amire érdemes odafigyelni, az a január 31. Eddig kötelesek a munkáltatók, kifizetők átadni a dolgozóiknak a 22-es évről szóló, illetve arról a jövedelmükről szóló összesítést és ennek igazolását. Ezt mindenképpen vessük fel a naptárba, hogy január 31-ig meg kell, hogy kapjuk, ugyanis ez alapján tudjuk mi is összevetni a NAB által készített bevallástervezetünket a tényleges bevételünkkel. Általában az ugyan egyezni szokott, de azért érdemes egy 5 percet erre rászenni, hogy jó számok szerepelnek-e. A rendszer, ahogy már az elmúlt években fölépült, nem változott. Van egy SZIA oldala a NAV-nak, ezt a SZIA-n keresztül, illetve a NAV.gov.hu-n keresztül is el lehet érni. Itt a bevallások kényelmesen megnézhetők, akár be is küldhetők, és ugye ki is tudják egészíteni. Azok, akik szeretnének maguk készíteni a bevallásokat, ők már most is hozzáférnek a 22 SZIA bevalláshoz ezen a webes kitöltő alkalmazáson keresztül. Úgyhogy ők már el tudják készíteni saját önszorgalomukból is, de március 15-től mindenki meg tudja nézni az ügyfélkapuján a NAV által készített bevallástervezetet. Azért használom mindig ezt a szót, hogy tervezet, mert általában ugye a többségnek, úgymond a nagyobbik részének, az adózónak nem sok minden teendője van ezzel, esetleg egy plusz 1%-kal kiegészíti, nyilatkozik az adója egy plusz 1%-áról, de az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek csak tervezet készül, hiszen a NAV nem lát rá minden bevételükre, minden kiadásukra, nekik részletesebben át kell majd nézniük a tervezetet, és ki kell egészíteni, csak úgy fogják tudni érvényesen beadni. Ebben segít a bevalkalmazás is. Ha valaki nem az ügyfélkapun keresztül nyújtja be a bevallását, a szükséges üres bevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató is fellelhető a NAV felületén, illetve beszerezhető a NAV bármely ügyfélszolgálatán. Azonban jóval egyszerűbb, ha a NAV SZIA bevallási tervezetét veszik alapul, ami nem csak magánszemélyeknek, de egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készül, de esetükben ahhoz, hogy a tervezetből bevallás legyen, azt beküldés előtt mindenképpen ki kell egészíteniük a tavaly szerzett jövedelmek adataival. Az idei évben az SZIA bevallási határidő egységes minden adózó számára május 22, tehát 2023. május 22-ig mindenkinek el kell készíteni a bevallását, illetve jóvá kell hagyni a elkészült bevallás tervezetét. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A rendelkező nyilatkozat benyújtásának határideje szintén május 22. Érdemes akkor is odafigyelni, ezt is egyszerűbb vagy ajánlatosabb elektronikusan megcsinálni, ezt lehet külön is az adóbevallástól függetlenül, tehát nem kell egy időpontban, hogyha valakinek nincs erre egyben mondjuk 20 perc, mert körülbelül szerintem ennyiben meg lehet oldani, hogy így szoktuk felhívni a figyelmet, hogyha valamennyi NAV ügyfélszolgálaton, illetve néhány posta helyen, konzuli képviseleteken lehet ügyfélkaput nyitni. Ez hozzávetőlegesen 5-10 perc, és utána ügyfélkapun keresztül az adózási kérdések döntő többsége rendezhető, tehát nem is kell az otthonunkból kimozdulni, hogyha bármilyen ügyes, bajos adózási problémánk lenne. A bevallással kapcsolatban minden friss információt megtalálnak a NAV honlapján.